Angol szövet, francia pezsgő, svéd acél. Ezek a termékek a fogyasztók toplistáin virítanak generációk óta. A vásárló nem a jelzőben szereplő népek, nemzetek tudását értékeli nagyra, hanem tulajdonképpen azt a vállalati kultúrát díjazza, ami az adott termék minőségéhez vezet. A jól csengő márkák bizalmat ébresztenek. Mérnökök fejlesztik, marketing szakemberek munkálkodnak azon, hogy miként tartsák meg a jó hírnevét. De mitől is jobb az egyik termék a másiknál? Képzettebb munkások készítik? Jobb az alapanyag, esetleg többet, más nyújt, mint a többi? Ez is igaz, az is igaz, de valójában maga a vállalati folyamat a kiemelkedő, melynek során a terméket előállították. Ebben benne foglaltatik a munkások kiválasztásától kezdve, a vevő reklamációk kezeléséig szinte minden. A minőségtervezés, irányítás és minőségbiztosítás az utóbbi évtizedek slágerágazata. Ugye a minőség az nem véletlenszerűség, intelligencia és akarat dolga valami jobbat csinálni, szoktuk mi minőségbiztosítók ezt mondani. Egy olyan rendszert kell elképzelni, ahol egy társaság a folyamatait átgondolja, kialakít egy szervezetet, egy szervezeti rendszert, a működő folyamatait dokumentálja, leírja, és a szabályozott körülmények között végzi a munkáját. A minőségbiztosítás valamilyen rendszerét a termelő vállalatok az ősidők óta alkalmazzák. Ennek jelképei az úgynevezett meósok voltak, akik szigorú szemmel nézték a kikerülő darabokat, de ez csak arra volt jó, hogy lássák, mennyi a selejt. A minőségbiztosítás annyiban más, hogy nem a végtermékkel, hanem a bemenő jelekkel, úgynevezett inputokkal kezdi. Így a szolgáltatások minőségének meghatározására és biztosítására is alkalmas módszer. A társaság rendszeresen tűz ki minőségcélokat, ezeket konkrétan megfogalmazza, számszerűen értékelhető módon, és a végrehajtás lebontja szervezeti egységekre, ahol minden egyes feladatot ütemez, meghatározza, hozzá rendeli a felelősöket. A folyamat mindenképpen a felső vezetéstől indul. Ha egy cégvezetője nem teljes szívvel támogatja a minőségbiztosítás bevezetését, nem segíti működését, akkor kidobott pénz minden egyes erre költött forint. Én úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk mindig, hogy milyen lemaradásban vagyunk a nyugat-európai kultúrák, vagy a nyugat-európai a szolgáltatási kultúrák területére gondolok, akkor meg kell ragadnunk minden olyan alkalmat, amikor tudjuk csökkenteni ezt a távolságot, és közel tudjuk hozni a szolgáltatás színvonalát. A kis- és középvállalatok általában irodákat bíznak meg a minőségirányítás megtervezésével. A szakember először megismeri a vállalatot, a terméket vagy a szolgáltatást. Folyamatábrát készít, amelyről látszik, hogy hogyan épülnek egymásra a tevékenységek. Ezután szabályzatot állít össze, ahol minden egyes mozzanatot részletesen leír. Például kinek mi a feladata, milyen szerszámok, alkatrészek szükségesek, melyek a munkavédelem szabályai. Hasonló dokumentum készül a szolgáltató vállalatoknál is. Az autóktól kezdve a sofőrökig, az iroda munkájától az etikai bizottság munkájáig minden egyes munkafolyamat minősítési rendszer szerint működik. Ha egy gépkocsi vezető ellen utaspanasz érkezik, akkor a meghallgatása után jegyzőkönyvet iratunk alá vele, minden olyan okmánnyal dokumentáljuk azokat az eljárási folyamatokat, amiket itt irodán belül, vagy cégen belül végrehajtunk, ami mind a két félnek az érdeke. És akkor ugye itt vannak a idei célkitűzések. Ehhez megfeladatokat kell legközelebb alkalomra összegyűjteni, hogy időarányosan hol tartunk. Az auditornak erről be kell majd számolni. És akkor itt gondolom minden kollégával, a minden kollégával együtt kell ezt egyeztetni, és az adatokat kigyűjteni. A minőségirányítási dokumentumok elkészülése után következik a végrehajtás, azaz annak feltérképezése, hogy a lefektetett irányelvek, szabályok vajon hogyan teljesülnek a mindennapokban. Ez már minőségfejlesztésnek is tekinthető. A taxi gépkocsikat szemrendszerben átvizsgálták, Tövéről hegyire, az etikai bizottság tagjai, és ugye erről egy gyönyörű szép statisztika készült, ahol kiszűrték azokat a járműveket, járművezetőket, egyebeket, amik esetleg ebben a körben nem felelnek meg, és az adatok alapján lehet értékelni, hogy a kitűzött cél teljesül-e vagy sem.
Amennyiben nem, akkor lehet döntéseket hozni, hogy a cél érdekében kinek mi a feladata. A munkafolyamatok szabályozásának kézzelfogható eredménye egy vállalati kézikönyv. A piaci partnerek zöme is készíti ilyet, de hogy a különböző dokumentumok egy nyelven beszéljenek, nemzetközi szabványokban egységesítik. Ha a társaság úgy érzi, hogy felkészült, akkor ezt érdemes egy külső, független tanúsító szervezettel letanúsítatni, mert a piac így ismeri el, hogyha egy vállalkozás a minőségi irányszert bevezette, működteti, és ez neki eredményességet okoz annak érdekében, hogy a piacon megfeleljen. A legelterjedtebb az ISO 9001 minőségirányítási szabvány. Taxigérdezzen nagy napot kívánok! Az ISO egy nemzetközi szövetség, amely 100 nemzet tagszervezeteit számlálja soraiban. Szabványait széles körben használják, a nemzetközi vállalatok körében már-már követelmény. Az ISO 9001 számú szabvány előírja, hogy a minőségirányítási kézikönyvnek mindenképpen tartalmaznia kell többek között a vállalat küldetését, jövőképét, a mérhető célok meghatározását ugyanúgy, mint a termelési folyamatok táblázatba rendezését. Másik elterjedt rendszer az élelmiszerek előállítását és forgalmazását szabályozó HACCP, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható. A HACCP célja, hogy a jó higiénia gyakorlatára alapozva az egész élelmiszer előállítási láncot szabályozza. Itt a dolgozóktól elkezdve, tehát az egészségügyi alkalmasságuktól elkezdve minden részre kiterjed a hőkezelésnél, a megfelelő hőfokok elérésére, akár melegen tartásnál, akár a főzésnél, akár a hűtésnél, vagy a fagyasztásnál, és ezeket nyilván kell tartani, hogy mi ezeket a hőfokokat betartottuk, ezeket a pontokat figyeljük folyamatosan. A minőségirányítás sorvezetője ebben az esetben is a mindenre kiterjedő kézikönyv. Van egy alapdokumentáció, amiben leírjuk a folyamatokat. Minden egyes részletet, hogy mi hogyan történik. Akkor szerencsés, ha az kerül leírásra, ami történik a konyhába, és akkor ezt meg van határozva, hogy melyik pontját milyen idővallumon belül kell felülvizsgálni. Hát általában ez egy, illetve öt év. Folyamatosan ellenőriznek a szakhatóságok is, ők is megnézhetik ezeket a dokumentumokat. Nálunk az állategészségügy ellenőrzött nem olyan régen, az ANTS, fogyasztóvédelem. Taxigérdezzen nagy is kívánok! Kettő darab kombival kérem, 15. Angyalföldi 30-as. Órára kettő darab kombit keresek a Angyalföldi 30-as. A kisebb vállalatoknál, üzemeknél általában a vezetés egyik tagja látja el a minőségirányítással összefüggő feladatokat. Itt külső cégeket kérnek fel, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást bevizsgálják, vagyis auditálják. A napi apró munka, azaz a minőség fenntartása a munkatársakra hárul. A nagyvállalatoknak már érdemes saját minőségirányítási irodát fenntartani. Ez a néhány főből álló csapat a cég valamennyi szabványát kezeli, közvetlenül a vezetés alatt dolgozik. Hogy általában a szabványra gondolunk, akkor egy csavarmenet, emelkedés milyen anyagból készüljön. Ezek a rendszerszabványok pedig a működést próbálják meg leírni, hogy alakítsunk ki jó minőséget, hogy feleljünk meg a vevő igényeinek, hogy vegyük figyelembe a környezeti szempontokat, ezeket hogyan menedzseljük, hogyan irányítsuk. Ezt a keretrendszert, ezt a szerkezetet kellett megismertetni a vezetőkkel, kell idézőjelben betartatni velük, és folyamatosan ellenőrizni, felügyelni. A minőségirányítás vezető kapocs a vezetés és az alsóbb vállalati szintek között. Tekintélyét, döntési szabadságát a vállalkozás tulajdonosa és vezetése szavatolja. Igen, ez a rendszer kizárólag vezetői támogatással működik. Mindenképpen erőforrásokat kell biztosítani, a döntés előkészítést, amit mi elvégzünk, véleményezni kell, és minden irányból ez a támogatás meg kell, hogy legyen, mert másképp nem működik ez a rendszer. Ezeknek a kütyöknek megvan a leírásában, hogy lehet ezeket tárolni. Megnézem mondjuk, hogy ezeket lehet így tárolni, ahogy itt voltak, vagy sem. Szabálytalan, akkor a szóvá teszem, dokumentálom, és megközelebb megnézem, hogy technológiai utasítás például készült erre, hogy nem szabad itt tárolni, szabad-e, megtörtént az intézkedés, és hatékonyan történt-e meg. Tehát most én erre ránézek, nem tudom megalapítani, hogy lehet itt tárolni, csak ha elkérem a
papírját, amit annak mellé. Egyáltalán megvan-e az a papír, ami kell hozzá. Tehát megfelelő segélynyilatkozat, kezelés utasítás, magyar nyelven, stb. Itt látszik, hogy a HNV-t, a Fűzeszi Batyú együtt és a Primer, ott nagyon magas az érték. A minőség legfőbb őre a másik oldalon, kapcsolatban áll a vállalat valamennyi középvezetőjével. Jó kommunikációs készség, rábeszélő képesség szükséges, hogy mindenkivel jól megértesse magát. Mindig le van pénzítve is a dolog, a jegyzőkönyvezve, és az egész főközpontról, hogy pontosan beleszólni, hogy őt kell cserélni, vagy őt, vagy őt. Általában szivattyú zajok vannak, hogyha mi vagyunk a hibásak. Főleg eleinte nem ő vezeti a népszerűségi listát. Ezt is szokni, tűrni kell. Én úgy gondolom, hogy változó a megítélésem. Aki feladatot kap, ez egy emberi tulajdonság, a napi feladataink kívül, amit eddig végzett, nem mindenki örül neki. Még az se, aki érzi a rendszernek a hatásosságát, hatékonyságát, az megint más, hogy egy-két-három év után ez az extra feladat, ez napi rutinná válik. A minőségirányítási feladatok sok papírmunkát igényelnek. Precíz adatkezelés, szabálykövetés, adminisztratív szemlélet szükséges. Szabályzatok írása, levelezés, kimutatások és jegyzőkönyvek készítése, így telik az átlagos nap. Sokszor munkaidő után is van tennivaló. Úgy kell elképzelni, van egy kivitelezés. Ott megtörténik a hegesztéseknek az ellenőrzése, ezeknek a röntgenvizsgálata például. Ennek elkészül egy jegyzőkönyve, azt megcsinálja a labor, aki vizsgálja, este 8 órakor elküldi nekem, én akkor adott esetben ezt éjszaka is meg kell, vagy nézzem másnap reggelre, hogy meglegyen. Ha ez nem történik meg, akkor reggelevel kell kezdeni a napot, hiszen kivitelezésem csúszhat időben emiatt, a vizsgálat miatt. Ez egy fontos dolog, a naprakészség minden esetben. Változatosságot jelent, amikor a minőségirányítási szakember személyesen keresi fel a vállalat minőségirányítási pontjait. Vannak tervezett és vannak meglepetésszerű látogatások, de a szakemberek hangsúlyozzák, a lényeg azon van, hogy segítsék a munkatársakat, és nem azon, hogy valami hiba miatt az orrukra koppintsanak. Kialakítunk egy olyan jó munkatárs együttműködési kapcsolatot, hogy nem a hiba keresés a cél, hanem nekünk segíteni kell a társaságot, hogy eligazodjon ebbe a szabvány apró útvesztőibe. Az a lényeg, hogy mindenki, aki ebben részt vesz, az érezze magáénak. Azt szeretnénk elérni, mint felkészítők, hogy ne egy nyűgnek, egy kötelező adminisztrációnak vagy bürokráciának érezzék azt, hogy kell bizonyos dolgokat dokumentálni, hanem ez egyben a munkájuk része, szerves része legyen, és segítse az ő munkájukat. Az is előfordul például egy beruházás ügyében, hogy az alvállalkozókat keresik fel, hiszen a külső partner tevékenysége ugyanúgy a megrendelő általános minőségét fémjelzi. Folyamatos kommunikáció van közöttünk, hogy hol tartanak, tehát ne csúszanak időbe, mi is megkapjuk az információt, tudjuk ellenőrzéseket végezni. De azért vannak olyan ütésszerű ellenőrzéseink, amikor kijövünk, megnézzük, hogy a hulladékot úgy deponálják, ahogy kell. Tényleg az a hegesztő végzi a munkát, aki be van írva a naplóba, és megvannak a korlátok a helyükön. És mi a minőségirányítás végső célja? Minden termelő vagy szolgáltató vállalkozás esetében a vevők visszajelzése a legfőbb fokmérő. Hiszen minden íróasztal mellett kiötlött folyamatábra, szakértői ötletbörze hiába való, ha végül a piac nem igazolja vissza az erőfeszítéseket. A vevő praktikusan csak azt érzi, hogy az ő szolgáltatása biztonságosabb, egy modern ügyfélszolgálatot lát, megkapja a kérdéseire a választ, kellő modorban, stílusban válaszolnak. Ha hibát észlel, jelzi felénk, abban a pillanatban reagálunk. Egyébként nem ez a cél, hogy ő jelezze, hanem mi megtaláljuk a hibát, mielőtt ő észrevenné. A minőségügyi szakemberek felső szintű szaktanfolyamon szerezhetnek végzettséget. Tulajdonképpen bármilyen diploma megfelel a kezdéshez, és lehetőleg legalább 2 éves tapasztalat. A mérnökök minőségügyi mérnökok levelet kapnak, a másféle alapképzettséggel rendelkezők minőségügyi menedzserek lesznek. A képzés 2 fél éves és több 100 000 forint. Középfokon különféle tanfolyamok között válogathat a jelentkező. Ellenőrzési és minőségirányítás munkatárs, illetve az erre épülő auditor szerepelnek az országos képzési jegyzékben, illetve a vegyipar számára létezik külön akkreditált képzés.
de a néhány napos tanfolyamokon is meg lehet egy-egy konkrét minőségbiztosítási rendszert tanulni. Ám mint sok más hivatás esetében, itt is elmondható, az idővel érő tapasztalatot mindennél jobban értékelik a piacon. Hát én alapvégzettségem szerint gépészmérnök vagyok, tehát a műszaki terület közelebb áll hozzám. Ugyanakkor egy vállalati struktúrában eltöltött idő, ami mondjuk egy bizonyos ranglétra végigjárását jelenti, az nagy segítséget jelenthet egy tanácsadónak, felkészítőnek, hisz egy vállalat működését, belső életét, ha minden szempontból ismeri, könnyebb eligazodni egy másik társaságnál, és könnyebb tanácsokat is adni. Még ifjabb koromban hallgattam egy előadást, amikor egy tanácsadó kolléga oktatott, és azt mondta, hogy egy jó minőségi tanácsadó, minőségi vezető legalább 40 éves kell, hogy legyen. Én akkor felháborodtam ezen a megállapításon. Most már úgy gondolom, hogy azért egy bizonyos tapasztalat kell ahhoz, hogy megértsük a folyamatokat. Nem elég átlátni, de minden részletét ismerni kell valamilyen szinten. Magasan képzett, rendkívül sokoldalú tudással rendelkező szakemberek a minőségirányításban dolgozók. Közvetlenül a felső vezetés irányításával és támogatásával dolgoznak, és roppant felelősséget cipelnek a hátukon. Sok a napi adminisztráció és sokrétű a feladat. A fizetés is ennek alapján változik, de általában mindig a hazai átlag felett jár. A vállalkozók esetében akár ezt jóval meghaladhatja. De aki ezt a munkát vállalja, nem csak pénzért teszi, hanem mert örömét leli benne. A feladat összetettsége, bonyolultsága, hogy ebben sikerül kiigazodni, ez is egy fajta öröm. Hogy ezt én úgy érzem, hogy aránylag jól csinálom, ez is egyfajta öröm. Tehát megelégedettség az, hogy látom, hogy amit az adott kolléga problémaként felvetett, és tényleg probléma, tehát nem egy látszat probléma, azt sikerül megoldani. A tapasztalat nagyon sokat segít, nagyon fontos a kapcsolatteremtő képesség, hisz nagyon sok emberrel kell személyesen találkozni, beszélni, meg kell a munkájukat ismerni, és az ismereteket ugye feldolgozva kell fejlesztő, előrelépő tanácsokat adni, ami bizonyos esetekben nem könnyű, de a szépsége pont az, hogy nagyon-nagyon sok területen, nagyon sok emberrel ismerkedünk meg, és ha eredménye látszik a munkánknak, az meg elégedettséggel tölt el minket.